Üdvözlöm a Gotthard televízió nézőit! A mai alkalommal olyan könyveket fogok önöknek ajánlani, amit bizonyára szívesen olvasnának az ünnepek alatt. Első könyvem Fábián Janka, A rózsalugas. Háború és szerelem. Két a boldogságot és önmagát kereső fiatal, évtizedeken és földrészeken átívelő romantikus története. Radványi Endre az 1848-49-es szabadságharcot még gyermekfejjel éli meg, és a rákövetkező sivár években apa nélkül az elveszett nemzeték tagjaként engődik a világban. Mikor végre megállapodna Balatonfelvidéki birtokán, és a szerelmet is megtalálná, egy váratlan tragédia hatására újra elveszít mindent, és a hazáját is kénytelen elhagyni. Hátrahagyott szerelme Anna, kétségek közepette és a nyugodt családi élet reményétől megfosztva próbál boldogulni, míg nem egy szerencsés véletlen következtében befolyásos pártfogókra tesz szert a kiegyezés előtti császári udvarban. Endre Amerikában próbál új életet kezdeni. Új barátokra talál, és egy új szerelem lehetősége is felcsillan számára. Ám ekkor kitör a polgárháború, észak és dél ádászharca. A rózsalugasban Fábián Janka újfajta nézőpontból a tőle megszokott hitelességgel és érzékenységgel dolgozza fel a 19. századi hányattatott magyar és amerikai történelem egy-egy drámai időszakát. Következő könyvem egy novellás kötet, mégpedig Len Tóth Krisztinának a Vonalkód című kötete, amiben 15 történetet olvashatunk. Ha fölfeslik is, valahol azért mégiscsak törvények szövedéke a világ. Olykor átláthatatlan, vagy a hajnali derengésben pókfonálként felcsillanó összefüggések hálója. A szálak vége az idő más-más zugába kötve. Ezekben a zugokban pillanthatunk bele Tóth Krisztina novelláin keresztül, ahol is kohósalak és melegpadló, hangyatérkép és hokikori, sörös dobozok a szekrény soron. Kádárkor és jelenkor. Mindnyájunk gyerekkora, kamaszkora, felnőttkora. Az ott rejtőző tárgyak és érzések szorongás hálója rajzolódik ki a vonalkód lapjain, ez segít bennünket emlékezni és megérteni a hátrahagyott időt, megtapasztalni a változásban a változatlanságot. Tóth Krisztina a vonalkóddal mutatkozott be prózaíróként. Történetei a legjobb novellisták közé emelik. Következő könyvemet Darja Desombré írta. Szokás őt Dan Brownhoz és Arturo Pérez Revertéhez hasonlítani. Darja Desombré stílusa ettől még egyedi. Szereti a furcsa karaktereket, a maguk furfangjával és rigolyáival, és a körmondfont cselekményt, amelynek mindig köze van a művészetekhez. Könyvének címe A flamand csempék titka. Furcsa bűneset történik a Szentpétervár melletti Czarskoje szélóban. A betörő csupán 20 darab régi flamand kandalló csempét lop el, melyek játszó gyermekeket ábrázolnak. A ház tulajdonosa egy tehetős üzletember, Maria Caravajt bízza meg azzal, hogy magánnyomozóként eredjen a nyomába a tolvajnak. A lány nem gondolkodik sokat, mivel a történelemmel és művészettörténettel kapcsolatos ügyek mindig felkeltik az érdeklődését, Európába utazik. A betöréssel szinte egy időben Moszkvában tűz üt ki a pazar metropol szálló egyik szobájában, valamint egy régiségkereskedő üzletében is. Az áldozatok a holland turista és a fővárosi antikos között látszólag nincs kapcsolat. Az ügyel megbízott Andrej Jakovlev a nyomokat követve egészen egy uráli börtönig jut, miközben Maria Brühében és Antwerpenben egy a 16. században élt, titokzatos kereskedő életét tanulmányozza. Meg sem fordul a fejükben, hogy a 400 éves titok és a napjainkban történt gyilkosságok ugyanannak a láncnak a szemei. Nagyon érdekfeszítő olvasmány. Következő könyvem Orhan Pamuk könyve, a címe Hó. A költői ihlet és a szerelem vágya, Isten keresése és a török sorskérdések kutatása, a nyugati értékek és az iszlám fanatizmus összeütközése
Ezekből az elemekből szövi a regényét Pamuk, és ezekért utazik haza K. a költő 12 évnyi számbizottság után. Frankfurti csendes és immár ihletetlen élete után a kelet-törökországi kisváros Kars óriási igazgalmakat tart számára. És rejtélyeket is. Azt próbálja kideríteni egy újság megbízásából, miért ölik meg magukat egymás után a kárszi hívő lányok, csak azért, mert a világhatalom nem engedi, hogy fejkendőt viseljenek. S miközben lassan kibontakozik a vágyott szerelem, és a költő végre lázasan írja újabb verseit, a bajós hangulatú, vallási konfliktusoktól felkavart városban úgy csodródik a tragikus eseményekkel, mint hópehely a szélben. Nem egyszerű ragyogó próza. Alapvető olvasmány ahhoz, hogy megértsük mai világunkat. És utolsó könyvem, nem utolsó sorban, Karácsonyi áldás címet viseli, és Donna von Lier a szerzője. Donna von Lier rengeteg olvasó szívét meghódította gyönyörű karácsonyi regényével, a Karácsonyi cipővel. A történetet a Karácsonyi áldásban, a Csodálatos karácsonyi remény című sorozatának következő részében meséli tovább. A Karácsonyi cipőben Nathan még kisfiú volt, akitől a rák elragadta édesanyját. Amikor egy idegen kifizette helyette az édesanyjának ajándékba szánt cipőt, nem csak ő, de Robert is a szív mélyére ható leckét kapott a szeretet és a nagy lelkűség nagyságáról. Nathan immár harmadéves orvostanhallgatóként rádöbben, hogy nagyon sok mindent meg kell még tanulni a hitről, az áldásról és az áldozatról. Megan Sullivan tanítja meg neki mindezeket, a fiatal nő, aki ugyan lyukkal a szívében született, ez mégsem tarthatja vissza attól, hogy az egyik leggyorsabb futó váljon belőle. Ugyancsak erre tanítja Charlie is, a kisfiú, aki megmutatja Nathannak, hogyan kell valódi bátorsággal élni az életet. Ők együtt segítik majd Nathant élete újabb nehéz szakaszán. A Karácsonyi áldás lenyűgöző történet arról, hogy a remény a legsötétebb helyeken is tovább élhet, és hogy az őszinte szeretet minden ajándékok legnagyobbika. És szeretnék önöknek egy verset is felolvasni természetesen. Aranyosi Ervin, legyen minden nap karácsony. Legyen minden nap karácsony, minden óra a szereteté. Legyen béke a nagy világon, legyen a szíved mindenkié. A mosolyod legyen a hírnök, és bátran nyújt a kezed. Szálljanak el a gondfelhők, fújják világgá szereteted. Legyen végre az egész világunk egy hatalmas, nagy család, és öltöztessünk fel, amerre járunk, minden élő fenyőfát, és égjen a házunkban adventi gyertya, és sose aludjon el, mert hitnek, békének, s a szeretetünknek örökké élnie kell. A remény lesz benned az útmutató, az iránytű szemed elé. Bárhová mész, bármerre indulsz, az utad a szereteté. A boldogság legyen örökös vendég, s az ország egy nagy család. Ha szeretetünkkel gazdaggá tennénk, miénk lenne ez a világ. Legyen minden nap karácsony, minden óra a szereteté. Legyen béke a nagyvilágon. Legyen a szíved mindenkié. Minden kedves olvasónkat szeretettel várom a könyvtárunkban, és minden kedves olvasónknak nagyon boldog karácsonyt kívánok.